Ki mit teszik, gyerekek? Rántott csibefasírt ló. De mondtam már, Bea, ha nem te vezetsz, ne szóljál ma bele. Nagyon megkérlek, ne szóljál ma bele. Nem vagyok bogyi sem, meg szellemi fogyi sem. Úgyhogy ne haragudj, ne szólj bele. Kristőzete, még ne állandóan a videódot bámulj. Megélted? Ott van. De... Na. Fár ide, mi oda? Én csibefasírt az ezek lónyak háttal. Mivel? Adjam. Rántott lónyak hát. Lónyak hát. Én mindig nagyon éhes vagyok, csak mostanában elég egy haspályos vagyok, így nagyon félek mostanában enni, de hát igen, éhes vagyok, mint mindig. Győzike, te mit teszel? Budapest, azt most azon gondolkodok, hogy fogyókúra azzak, vagy jó nem, lakjak? Nem, lakjunk jól. Te azon gondolkodom, hogy hogy most mi legyen. De most ünnepelünk úgy. Otthon sincs kaja, úgyhogy mindenki lakjon ott teljesen. Ott van sajt az, amit én állom a blokkot. Én úgy gondoltam, hogy fancy éttermekből már egyig vagyunk-e. Elviszem őket jó magyaros étterembe, jó zsíros ételt tenni, hogy hízzunk, hogy legyen mi nagyobb a bulkesz. Úgyhogy elviszem őket egy magyaros étterembe, ahol magyar netalán nótát fogunk felcsendíteni. Csókolom! Jó napot! Szia, szia! Köszönjük szépen! Köszönöm! Köszönjük! Én ezt a helyet akkor ismertem meg, amikor Virággal összejöttem, idejöttünk, hú, elég a kapcsolatunk elején enni. Szeretnénk egy ragú levest. Egész vagy fél legyen? Hát egészet két felé. Az ugyanaz. Az ugyanaz. Most ha két felet kértek, az egy egész. Hát tudjuk, nem vagyunk mi a hülyék, mint ami ennek kinézik. De most ha kikér egy egészet, olyankor mi van és két felé van tálalva. De ugyanott vagyunk. Hát igen. Ugyanott vagyunk. Az van, hogy matematikából egyedül én vagyok jó, és a Krisztiánik nem tudják, hogy egy egész az egy fél. Egy fél az egy egész, és akkor variálnak, hogy most ketté szedjék a levest, ne szedjék ketté. Hát tulajdonképpen egy egész az két fél egy egész, és ebből lesz két a leves. Nem tálalunk ketté semmit, kettő terítéket tudod hozni neki, és akkor ti... Kettő. Így van, most akkor szuper. Döntsük már, így a jó. Egy egész legyen, vagy két fél. Egy egész, és mindenki annyit szed, amennyit akar. Egy tányérból ketten esztek, vagy két tányérból ketten esztek. Két adag, akkor én meg... fél adag. Nem, egy adag. Nem, a középen nem. Is szedsz magad. Nem, magad. Nem, magad. Nem, magad. Nem, nem, két, két adag, igaza van, két... Fél adag. Két fél, gondolj, nem áll, majd semmi nem megy normálisan. Kérek, jó, én vagyok soron. Szeretnék egy fél adag tárkonyos ragulevest, és szeretnék egy fél adag roston libamáj. Az a burgonya, amiben van alma. Fél adag. Az. Ennyi. Kérek szépen, bele van szalonna, vöröshagyma, mert vöröshagyma. Lilahagyma. 40 fok. Mit 40? Jó, zsíros szalonna, de helyettek belőle. Kenyeret? Egy nagy kenyeret hozzatok. Milyen szóval nagy kenyeret? Nem hagyod, ne beszéljenek, kemény felesleg és entele. Ne beszéljenek, kemény. Mi van veled? Mi van veled? Megsütötte rá. Még balevasztozzon, szalonna. Tepertőt is kész? Tepertőt teszel? Hát akkor itt durranok szét. Nagyon pici Maréknyi. Maréknyi tepertő borbasznék. Nem magyarázzatok ti nekem itt ennyi, nem magyarázzatok. Hozzal nekem! Tepertőt, kolbaszt! Amikor elkezdte ezt az egészet sorolni, megfordult bennem a gondolat, hogy mi van ez ma? Megint hülye? Vagy most mit akar? Csak nem akartam neki elmondani, mert csak a barátnőmnek az apja. Na, disznó zsír! Jézusom! Mit Jézusom? De akkor már... Hozzanak ide, egy lovatos most ne! Azt mondtad, hogy fogyózom. Hideg csülköt. Ijj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 j
a kolbász, a nem tudom, a tepertő, a lilahagyma, az erős paprika, akkor nagyon meglepődtem, hogy úristen, most ez megzavarodott, hisz soha nem nagyon szokott ilyet enni. Szalonna, győző, hát ez nem tudom, megkívánta, vagy nem tudom. Nem jaj! Jézusom! Egy kis szalonna. Egy kis csülök, egy kis kolbász. Jó. Az éléskongrából. Ma olyan vékon vagyok, ma megmondom őszintén, annyira vékonka vagyok, hogy mindenki mondja, hogy hé, szexi srác, miért mondjátok nekem? Ezt nem vagyok én ilyen. Annyira vékonka vagyok, hogy ma muszáj lenne egy kis balevaszt, kis tepertőkét, kis szalámit enni, kis kolbászt, azt amikor kihoztak azt a tálat, jaj, drága, jó Istenem, azt hittem, hogy szent este van karácsony, vagy jaj, azok a finomságok rajta. Nézd ma a Krisztián, az a gyönyörű kolbász. Mik van az a szalámi? Virág, mész már innen magadnak-e? Hát menj ma magadnak, ez nem a ti. Jó, Virág. Köszi.
tulajdonképpen, ami kijött a fatányéron, az a mennyiségű kolbász, szalonna, csülök, az konkrétan, hogyha mit tudom én, lettünk volna 20-an, de lehet, hogyha 30-an egy asztalnál, tehát az úgy előételbe, lehet, hogy nem lett volna kevés. Krisztián, te akarsz ide jönni enni? Az a gyönyörű baleva szria, dik molyan szép, hogy ríj. Egészségedre Győzőké, megyed? Megyed, na indítsa. Oda üljek mellé, kicsit megkóstolni. Győzőké, mit a kenyered is, amit kértél? Parancsolj. Parancsolj. Bocsánat, nem vagyunk, az én felelmesek egy tányéról lesznek. Az a baj, hogy én lehet, hogy én túl nagyot álmodtam. Elmúlt az éjségem. Nem mondom őszintén, ez a kajakóma. Az volt, hogy ennék is, meg nem is. Pincér úr! Ezt elcsomagolja nekem, ez jó lesz jövő hétre nekem. Berakom otthon a pallásra. Mi? Ebből visszakartapam neki, ezt Ménike nagyon szereti, a csabai kolbászt. A csülköt meg összevágom reggel, hogy csinálsz belőle babot, csaj. Nem ma fejtős bab, csinálsz belőle babot. Jaj, de jó lesz ez jövő héten, jaj, mikor már elfogy a pénz, nem tudom kifizetni a villanyszámlát. Jó lesz ez, ebbe a főz a csülökből csinálunk babot. A szalonnából csinálunk nagyon jó perkeltet, akkor a kolbászból jó lesz az ízére, a szendvicsbe, ó, jó, felhasználjuk minkaszt. Minkaszt fel fogjuk használni nagyon sok mindenre. Hegyiek ma tétből, Krisztián. Nem. Tessék, én odállom neked, adok szívesen. Virág. Nem. Neked nem kell? De kell virágnak. Adjatok ma belőle. Amikor elkezdett kéregetni ott mindenkitől, nem értettem, hogy ezt mégis miért csinált, akkor minek rendelt annyi ételt? Utána mástól vegy el. Most ennyire nem lehet valaki, hogy mondjam, fukar, vagy nem is tudom, minek nevezem, hogy mástól veszi el, az övét meg megeszi otthon. Adjatok ma be abba a levesből. Krisztián! Hát ez komoly? Adjatok ma ételt. Vegyél, most ülted vissza. Én azért nem adtam neki, mert megmondom az igazat, én virágnak akartam, azt akartam, hogy ő egyen, csak a barátnőm, hogy ő ennyi az első, nem tudtam, mennyit akar enni, mondom, hogy meghagy, majd megeszem én. Miért nem etted meg, amit kértél? Mert az nagyon nehéz. Na. Amen. Te, csak úgy lásd, hogy kivel van dolgod, kérlek szépen, parancsolj. Én ezt nem szeretem, azt a leves. Akkor te mit szeretsz? Nem tudom, hogy mi Pant Péter. Gyerekmenőt megkérjük. De én azt nem szeretem, én gyümölcslevest akarok tenni. Mondom, Pampéter! Nem tudsz rajta elmenni épp észre az emberen, hogy ő mit szeret, mit nem szeret, amit egyik percben még szeret, azt a másikban már nem. Félek, hogy ez az öregedésnek a jele. Igen, de végén eltünk volna jó palacsintát. Megjöttek a zenészek is. Krisztián, cimbalom. Mi ez? Cimbalom. Cimbalom? Cimbalom. Senki semmit nem sejt, elkezdek bepakolni a zenészek. Még akkor sem tudják, hogy ez nekik szól ez a dal. Csak mikor már elkezdtem felállni Dickháznak, hogy mit akar ez a gyerek Dickmal. És akkor felálltam és mulatoztak. Asszony, asszony, az akarok lenni, a nékem abba. Nem parancsol senki, sem anyám, sem apám. De azért leszek, kit szeretek igazán. Ácsi! Kiutcákat van, de félhez ment a győzinek a lánya. De amíg virágot fekszem az ágyba, még meg nem lesz angyozol, Jani. De amíg virágot fekszem az ágyba, még meg nem lesz angyozol, Jani. Ha ezt a produkciót pontozni kéne, akkor 10-ből én 11-et adnak, mert annyira sejmes, annyira lágy, annyira erotikus voltam, annyira egyszerűen, hogy mondjam, hogy ki a vakénekest, aki vak és nagyon jól énekel, Andrea Bocelli, maga megszégyenítően Andrea Bocelli voltam. Gyertek, látok már felé! De gyertek meg, itt tánc a virág, gyere ma a Krisztián! Itt maradok vele! Nem szokott így azért zenekarokhoz csapódva énekelni. De esküszöm, nekem tetszett. Hát na, aztán felálltunk, jól éreztük magunkat, elkezdtünk táncikálni. Szerintem virág hülyének nézett minket, de ez nem probléma, és mindenki tudja, hogy hülyék vagyunk. Ennyi. Ha nem szeretsz, hoppá, ezt törjük elvedem. Szegyire állok, hogy a bicserélj, az éjtetni kivel. Egy jól vigyázz, gondold meg, mit csinálsz, hanem hát üsse meg a bomba, üsse meg a testre bomba. Köszönöm szépen!
nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok neked, jó egészséget, és vigyázzatok egymásra, és még egyszer. Acsalaribomba! Acsalaribomba! Hoppá, zsabó! És a barátnőnek! Acsalaribomba! Acsalaribomba! Ha a zene megszólal, maga én vagyok a zene, a világ napja vagyok a zenének, én vagyok a világa a zenének, és tényleg nagyon-nagyon sajnálom, hogy nem mentem ki külföldre turnézni, már rég ott ragadhattam volna, Hollywoodban vagy Los Angelesben lakhattam volna, és akkor csak annyit mondták volna, hogy háj, én meg otthon, hogy háj, hát sajnos itt maradtam Magyarországon, de itt is nagyon jól érzem magam, és egyszerűen a zene az én vagyok. Hát a Isten szépen kérlek, aranyeső újjon nékem, aranyeső a világ. A Krisztián mondja, hogy aranyeső a szép kis házra, aranyeső a családomra, jaj, aranyeső a szép kis házra, aranyeső a családomra, Virág, mert szégyen, és a kis Lannak se szeretett. Emlékszik, amikor Farsangi balba felöltözött, hogy ő lesz hamupipőkő, aztán akkor egy szégyen is. Virág, olyan visszafogott csajszi, ő nem szeret táncolni, pedig olyan jó lett volna mulatni az étterem, én most is ott mulatnak. De ő mondja, hogy azt hiszitek, jó kedvem van, pedig a szívem gyászba van, pedig a szívem gyászba van. A Krisztián, de te nem van! I'm gonna let him.